Szervusztok! 2023. szeptember 29-e van, délelőtt 10 óra, vagy egy 10 óra múlt 1-2 perc, perccel. Egy olyan egyszerű példát szeretnék ma bemutatni nektek, amely valamennyiünket érint, és amely, ha úgy tetszik a beszélgetések során, tényleg az a bejelentkezésnek ezt a címet adtam, hogy eldönthetitek, hogy a magyar gazdaságért a legmagasabb szinten felelő személyek hármasa. most ebben a példában ők hárman vannak jelen, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Varga Mihály, pénzügyminiszter, egyszerűen idióták. Tehát, hogy gyakorlatilag a magyar gazdaság, az infláció, stb. Hát azért van ez az egekbe, mert ezek az emberek teljesen alkalmatlanok és idióták a saját területükön, vagy Egyszerűen egy bűnszövetkezet, egy bűnszervezetnek a tagjai, amely bűnszervezetnek az a feladatai és azt végrehajtják, hogy a bűnszervezet vagyonát kezeljék, persze azon belül azokat a halmazokat is, amelyek őket, inter, őket illeti meg. Hát nyilván ebből a legnagyobb hányad, vagy talán a Földes az egésze a hitbizonyomány egészét Orbán Viktor vezeti. El lehet dönteni. A példa az szerintem olyan, amelyhez nem kell különösebb gazdasági végzettség. A szerintem, ezért gondoltam, hogy ma ezt elmondom nektek, nem is kell talán túl hosszan, annyira nyilvánvaló. A szakmai minimummal is elég megérthető, de szerintem talán még az sem kell hozzá. Magyarországon a forint, ugye, hogy annak az árfolyama, ezt én azt gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy ha a forint zuhan, akkor az árak növekednek, az infláció növekszik. Tehát ha a forinc ára olyan intézkedések, vagy olyan cselekmények történnek, amelynek azonnal követhető, látható, hogy a forint bezuhan tőle, az árfolyam csökken, a magyar kiskereskedelemben, ami árut vásárolunk minden nap a boltokban, csak hogy értsük, nek több mint 50%-át importáljuk. Tehát Magyarország, a Magyarországon a kiskereskedelemben a fogyasztásban kerülő vagy akár a egyébként a a termelésben az alkatrészeknek a jelentős részének körülbelül az 50 át teszi ki az import, és nagyjából egyébként ezzel azonosabb aztán a magyar késztermékek, vagy a magyar élelmiszeripai termékek, vagy bármi másnak az exportja. Tehát ez azért hol, hol kis többletünk van, export többletünk, hol egy kis export hiányunk van, de az, ennek az a lényeges része, hogy minden, amit csinálunk, annak körülbelül a fele import. Ha az a fele import, tehát az a fele importér, sokkal többet kell fizetnünk, mert bezulanna forint, arról 100 és 100 milliárdokat, de általában inkább ezer milliárdos nagyságrendű veszteség éri a magyar társadalmat, azt az életszínvonalat, amit a magyar gazdaság egyébként képes lenne, vagy képes, vagy megtermel egy adott pillanatban bármilyen nehéz körülmények között is van. Nem olyan nehéz megérteni, hogy a forint árfolyamát a forint iránti kereslet befolyásolja, és ezek befektetési pénzek is. A magyar forint mértéke, nagyságrendje olyan alacsony a világpiacon, hogy voltak éppen a különböző pénzre, a devizára, devizára spekulánsok számára nagyon könnyű megmozgatni a forintot lefelé is és fölfelé is. Ezért csak azt kell tudni, hogy a forint mikor fog erősödni és mikor fog gyengülni. A példát éppen az egyszerűség kedvéért most a forintra mondom el, de a másik ilyen pénzügyi háttér, ahol a pénznek van meghatározott szerepe, az a magyar tőzsde, amire külön is a budapesti értéktőzsde, és a tőzsdén lévő magyar értékpapíroknak, részvényeknek az értéke. De menjünk tovább a forinton. A forintra való spekuláló nemzetközi deviza befektetők számára való óriási hatással van, ha megszólal a miniszterelnök, ha megszólal a pénzügyminiszter, vagy megszólal a nemzeti bank elnöke. Éppen ezért minden országban, hiszen ez a közgazdaságtan minimuma, teljesen egyértelmű, hogy a stabilitása, a valutának, a nemzeti valutának a stabilitása szempontjából rendkívül érzékeny dolog, ha a miniszterelnök valami olyat jelent be, mondjuk a magyar gazdaságról, a magyar inflációról, vagy egy olyan cselekmény sorozatot, sorozatot jelent be, amely egy negatív irányt mond, amelyik azt mondja, hogy rosszak nagyon a kilátásaink. Ezért aztán nem egy szokásos dolog sem a miniszterelnöktől, sem a pénzügyminisztertől, sem a Nemzeti Bank elnökétől, hogy ilyet tegyen. De ha mégis ez a véleménye, akkor azt egyébként ennek a triumvirátusnak, ennek a hármasnak ki lehet egészíteni mondjuk Nagy Hártum, gazdasági miniszterrel, csak nincsen egyébként valószínűleg jelentő szava, ő a végrehajtó személyek közé tartozik, de ennek a hármasnak akkor le kell ülnie egymással, és megbeszélni, és megtalálni azt az összhangot, amit cselekedni fognak, majd a nyilvánosság elé kiállnak, és azt mondják, hogy ez a magyar cselekvési program annak érdekében, hogy a magyar gazdaság növekedjen. Hogy a magyar gazdaság versenyképessége javuljon. És amikor ezt a hármas programot hárman bejelentik, akkor feltehetően a forint erősödni fog. Ha nem ezt jelentik be, hanem azt jelentik be, hogy egyelőre zűzavar van a magyar gazdaságban. Nem is látjuk a kilgutat ha látná is valaki egyáltalán, akkor azok egymással vitatkoznak. És mindegyik érvel. Érvel, hogy mit csinál Magyarország rosszul. Érvel Macó Az elmúlt két hét eseménye, hogy a közgazdász vándorgyűlésen egymásnak ugrott, amire nincs példa, nem tudtok Európai Unióban, normál fejlett országban, nincs rá példa, hogy az ország jegybankjának a vezetője és az ország pénzügyminisztere egy egyébként egy közgazdász vándorgyűlése nemnek van jelentősége, de ott nem programokat szoktak kirdetni, hanem beszélgetnek egymással gazdasági szakemberek, de a világ természetesen odafigyel rá. Hogy ott ez a két vezető személy, minden indok nélkül, váratlanul egymásnak ugrik. Tudtuk róla, hogy feszültség van, mindig is tudtuk. Ezt a világ be is árazta, hogy feszültség van a pénzügyminisztérium, és feszültség van a Nemzeti Bank elnöke között. Már ezt sem szabadna tudnunk. Ennek a két vezető személynek pontosan tudnia kellene, hogy úgy kell viselkednie, hogy a köztük fennálló feszültség az belterjes legyen kettőjük között a kormányal való háttértárgyalásokban, a miniszterelnökkel való közvetlen lobbizásban kell, hogy megjelenjen, mert nem szabad, hogy kikerüljön a nyilvánosság elé, hiszen az a magyar gazdasággal szemben és a magyar nemzeti valutával szembeni nyilvánvaló bizalomvesztés jelenti. Tehát már ezt sem szabadna tudni. De az, hogy egy közgazdászvándorgyűlésen Varga Mihály elmondja, hogy mit csinál hihetetlenül rosszul a Magyar Nemzeti Bank. Majd ugye azt hiszem, hogy a sorrend fordítva volt ezért e, e, Varga Mihálytól elnézések. Először Matolcsi György mondja el, hogy nem alkalmas a kormány gazdaságpolitikája, mindenben megbukott. Semmit nem hajtott végre, amit végre kellene a Matolcsi György, a jegybank elnöke. Szerint végre kellene hajtani ahhoz, hogy stabilizálódjon a magyar gazdaságpolitika, és még csak azt sem tette hozzá, hogy de azért most már úgy tűnik, hogy rendeződött, és talán a jövőt tekintve ez jó lesz, hanem a Összkicsengése a mondatainak, már a korábbi nyilvános bejelentéseinek is arról szólt, hogy nincs megoldási képessége, javaslata, nincs olyan kormányprogram, ami a magyar gazdaságot a pillanatnyi zuhanási szakaszból esetleg valamilyen ilyen szikladarabból megállítaná, vagy valahogy kötélel elkezdene fölfelé mászni. Nem kellett több Mihálynak sem de kérdés az, hogy nem kellett több, és ott helyben válaszolt rá, vagy tudta, hogy ezt Matócs Győr be fogja jelenteni, és kontrázott. Kontrázott, és elmondta, hogy mit csinál rosszul a Nemzeti Bank. Mit csinálta, ami, hogy a Nemzeti Bank lenne az első számú felelős annak, hogy a forint értékállóságát, a nemzeti valuta értékállóságát is őrizze, és hogy az inflációt is kezelje. S ott van Orbán Viktor, aki a hétfői napon, 25-én erre rákontrázott a parlament e, őszi ülésszakának megnyitóján, és ráerősített arra egyébként dönten, amit Varga, Varga Mihály mondott, és elmondta, hogy ő neki kell kezébe venni a Magyar Gazárd, mert a Magyar Nemzeti Bank nem tölti be, vagy nem képes megbírkózni azzal a feladattal, ami a feladata lenne. Fontos, egy pici fontos elem, hogy elmondjam nektek, hogy az Orbáni rendszer 2010 után változtatta meg a jegybanktörvényt, amelyben egyébként benne volt a kialat feladatában, hogy a Nemzeti Banknak egyik egyes számú feladata a nemzeti valuta értékállóságának a biztosítása. Na ezt azért az elmúlt években nem is hátszer, sőt hosszú éveken keresztül Matolcsi György folyamatosan közölgette, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyam, forint árfolyam politikája, az a piacon úgy, úgy, ahogy van, hát mozgott itt, és egyre lejjebb és lejjebb süllyed a magyar társadalom életszínvonala, a gazdaságának a versenyképessége. Nem akarok senkit választani, mert ahhoz már kellene valami közgazdasági felkészültség, hogy mondjuk Matócsi György szavaiban volt több igazság, vagy Varga Mihály szavaiban volt több igazság, azt azért el tudom mondani, hogy Orbán Viktor szavaiban egyetlen egy mondatnak sem volt valós tartalma, és egyetlen egy mondat sem volt abban a 33 percben, jól emlékszem, egyetlen egy mondata sem volt igaz, tehát az ő számára egy folyamatosan a valóságot, ha valaki figyeli, azzal szembenézve a hazudozás, a hazudozás, hogy ők ezt megoldotta, nem oldotta meg, tehát nem oldott meg semmit. De nem erre akarom fel, hogy a mai helyzetet a mai bejelentkezésemet kiélezni, hanem arra, hogy mindegy, hogy melyiküknek volt igaza egyikük sem tehette volna meg a három szeméből, egyikük sem tehette volna meg, hogy a nyilvánosság előtt az ondokat, a mondatokat, amit elmondott, hogy azt elmondja. Nem tehette volna meg, mert pontosan tudnia kellett mind a háromnak. De Matolcsi Györgynek és Varga Mihálynak azért van valamilyen közgazdasági felkészültsége. Varga Mihálynak viszonylag magas az én megítélésem szerint, Matolcsi Györgynek is magas, csak őnek neki van fejlővése is. Tudja? Tehát, hogy van olyan, egy olyan személyiség adata van, ez 1990 óta elég jól megismerhető volt, aki van egy szakmai háttere, de az a határozott véleménye, hogy ami az ő véleménye, az megkérdőjelezhetetlen. Tudjátok, nagyon veszélyes minden olyan ember, aki azt gondolja, hogy mind, amit ő tud, az tankönyv, az vitathatatlan, vagy nem lehet tenni semmit. Én szerintem mind a kettőnek szakmailag tudnia kellett, hogy ha ő ezt a beszédet elmondja, akkor a beszédet követő néhány percen belül bedől a forint, iszonyatos értékvesztésbe kezd, és bedől a magyar tőzsde is, ahol a legfontosabb értékpapírjaink, a valaki akarja nézze meg csak mondjuk a múlt, vagy az OTP-t elsősorban, mert az, annak volt egy nagyon szép emelkedő fázisa, bezuhant óriási veszteséget okozott. Ha ezt megnézitek, ez 100 és 100 milliárd csak ez az egyetlen a közgazdász vádorgyűlésen elmondott két személy számára a szakmailag tiltott beszédjének a következménye volt. Ebből adódóan én szerintem nem kell hozzá szakmai tudás, hogy értsétek, hogyha mind a ketten olyan valamit tettek, aminek egyértelmű a szakma minimumának a következménye és most be is következett, hogy hihetetlenül gyengülni fog a forint és a Tőzsdei árfolyam vissza fog zuhanni. Ha olyat tettek, amivel 100 és 100 milliárdos azonnali kárt okoztak a magyar, eh, magyar társadalom számára, akkor kettő dolog közül lehet választani. Egy, hogy teljesen alkalmatlan vezetők, idióták. Ők is választhatnak saját maguknak ebből a megközelítésből. Hiszen ez egy olyan minimum, amit nekik tudniuk kell. Ha nem tudják, akkor tudniuk kellene, de ha nem tudják, egyértelműen alkalmatlanok annak a feladatnak, annak a pozíciónak a betöltésére, annak a hihetetlen felelőssége járó pozíciónak betöltésére, ahol vannak. Ha pedig tudták, hát akkor egy súlyos bűncselekményt is elkövettek. Egy súlyos bűncselekményt, mert befolyásolták a magyar forint árfolyamát, befolyásolták a magyar tőzsdén mozgást a saját mondataikkal, mert tudták, mert a szakmának elérték azt a színvonalát, hogy ezt tudják, hogy ennek ez lesz az azonnali következménye. Akkor, ha ebben a pozícióban vagyunk, hogy tudták, akkor megint két dolog között kell választani. Az egyik, hogy gazemberek, mert tudták, hogy a magyar társadalomnak 100 és 100 milliárd forintos azonnali kárt fognak okozni. És nem érdekli őket az emberek, nem érdeklik a saját egójuk, hogy beszóljon Matósi György Varga Mihálynak, a magyarul a Nemzeti Bank beszóljon a pénzügyminisztériumnak, vagy Varga Mihály beszóljon Matósi Györgynek, mint hogyha ennek bármi jelentősége lenne, mind a kettőnek lehet a másikról bármilyen rossz véleménye, csak nem mondhatja el. Csak nem mondhatta volna el a nyilvánosság előtt. Mert mind a kettőnek tudnia kellett, hogy ez ekkora veszteséggel fog járni. Hogy ez ekkora veszteséggel fog járni. Hát ezt... Elrontottam, mert egyedül vagyok az irodámban, és most csöngetnek, de nem fogok tudni kimenni, de elnézést, hogy ez bejátszódik, nem akarom megakad, megakadni, megakasztani az adást. A másik lehetőség, hogy tudták, és nem csak arról van szó, hogy a magyar társadalom nem érdekli őket. Hogy a magyar társadalomban okozott 100 milliárdos nem. Mert valakik ezeken a 100 milliárdokon, amit elveszít a Tőzsde és a Forint, iszonyatosan sok pénzt, akár 10 vagy szintén 100 milliárdos nagyságrendet nyerezkedni tudnak. Mert az kényszerűen tudott, az köz, az, ma már én azt gondolom, hogy köztudott, szakmai körökben teljesen egyértelműen, de az FBA már évekkel ezelőtt értesítette a magyar kormányt és a magyar ügyészséget, hogy több ezer milliárd forint van közpénzek túlárazásából, külföldön, de külföldön, amivel manipulálják a magyar tőzdét, és manipulálják elsődlegesen a magyar forint árfolyamát, ezért nem léped be, amikor beléphetett volna az Orbáni rendszer az euró övezetbe, ha úgy tetszik, ezért nincs ma Magyarországon euró, mert az euróval a külföldre kimennek kitette ezer és ezer milliárdos közpénzből származott lopásukat, lopott vagyonukkal az euró árfolyamát nem tudják befolyásolni, mert bármilyen nagy összeg is az a mi szemünkben, az eurozóna tekintetében elenyésző, tehát nincsen benne a, a, az a lehetőség, hogy a manipulációval megfordítsák, hogy erősödjön a forint, vagy gyengüljön. Ezért, aki figyeli a forintnak a hektikus mozgását, amely mögött nem gazdasági érdekek vannak, az pontosan tudja látni, hogy folyamatos az a gazdaságpolitika, a jegybanknak is, ha úgy tetszik, az a politikája, amely egy ideig erősíti a forintot, mert akkor valószínűleg arról szól a dolog, hogyha erősíti, ha erősíti a forintot, hogy a külföldre menekített tőke forintban áll rendelkezésre, és ezért az erősödő forintért majd egyre több eurót és dollárt fognak kint vásárolni. Mikor átforgatták a pénzüket, a bűnszervezetként, a bűnből szervezett vagyont átfordatták euróra, akkor kell csinálni valamit, hogy gyengüljön a forint, hogy utána ezt az eurót és dollárt elkezdjék árulni, szépen csöpögtetve, és immár sokkal több forintot kapnak majd érte, mint amennyire előtte azt az eurót megvásárolták. Majd amikor forintba kerül a pénz, újabb fordulatot kell létrehozni, hogy erősödjön a forint, hogy a forintból aztán ismét vásárolhassanak eurót és dollárt, svájci frankot és más más megfelelő megfe valutát. És ez, a, és ez, a, ez a pénznek a fiatalítása évente ezen a NER bűnszervezete az én szakmai véleményem szerint évente sok 100 milliárdot, ma már lehet, hogy 500 milliárd és 1000 milliárdos nagyságrendet keres. Ezért neki ezt mozgatnia kell. Hát van, amikor van türelme és lassabban bizonyos nem annyira látványos folyamatokkal hajtják végre a fordulatot, mert hogy mondjuk megfelelő mennyiségű forintjuk, vagy éppen devizájuk van, és hogy miben van az érdekeltség a rendszerben, ha devizában, akkor ugye abban, hogy a forint romoljon. És ha ebből gondolkodunk, akkor meg lehetett érteni már korábban is, mondjuk Kósa Lajos néhány megszólalását, de most térjünk vissza az elmúlt, elmúlt hétre. Ha ebből indulunk ki, hogy előtte szépen felerősödött a dollár, felerősödött a forint a dollárra és az euróval is szemben is, majd hirtelen, meglepetésszerűen hétfőn, megtört, nem hétfőn, múlt héten, a közgazdász vezetőgyűlésen az a két vezető egymásnak ugrott, akkor az hirtelen olyan forint zuhanásba kezdett, most már kettő, a korábban 370-es számmal kezdődő euró ma 394 környéké jár, és feltehetően majd még egy kicsit tovább is, tovább is fog romlani, hogy a 10 5000 forintot, forintos árfolyamot látó OTP visszaesett 13 ezer forintra, tehát gondoljátok kell a kis részvényesek mekkora kárt belőle, de igazán előtte részvényt tudott vásárolni a NER és Orbán Viktor bűnszervezete hasonlóan a forinthoz. És ezek a bejelentések megfordították méghozzá, ebben az esetben nem kellett türelmet várni, óriási tempóval megfordították a nekik, ö, ö, nekik, kedvező irányba a forintár folyamát a társadalom számára 100 és 100 milliárdos veszteséget okozva számukra, pedig 10-100 milliárd vagy 100 és 100 milliárdos nyereséget okozva. Mondom, ez a kettő lehetőség van. Tehát ez a kettő, vagy tök, tökéletesen idióták és egy ilyen személyes presztízsből ugrottak egymásnak, lehet ezt választani, de alkalmatlanok és kártokozó az ő tevékenységük, amire csak ráerősített. 25-én hétfőn orbán Viktornak a beszédje. Vagy ez a hármas, ez a triumvirátus, kezeli a bűnszervezet külföldre menekített vagyonának azt a részét is. tehát Figyeli, és kezeli azt a részét is amely éppen játszik a magyar tőzsdével és játszik a magyar forinttal. És most itt volt az ideje a megerősödött forinttól, át tudták váltani a megerősödött forintot jó árfolyamon, át tudták váltani euróra, dollárra, svájci frankra, és most újra forintot szeretnének felvásárolni mindegyik, ez egyik alkalmatlan és a polgárjog kerületébe tartozik, a másik kifejezetten bűncselekmény, beavatkozik be, eh, a piacba, eh, a, a, magyar eh, törvények szerint egyébként a tőzsdének az ilyen típusú megszólalásokból, ahol lehet tudni, hogy az az árfolyam, a tőzsdei árfolyamot alapvetően befolyásolni tudja, az egy benfentes kereskedésnek a lehetőségét is föltárja, igen, de azt a tőzsdének és a hatóságoknak, például a Nemzeti Banknak figyelnie kellene, hogy milyen ügyletek voltak előtte, kik vásároltak részvényeket, erősített, kik erősítették, vagy kik gyengítették a devizapiacon a forintot, azoknak mi volt a realitása, tehát hogy az valamilyen információn alapult el, és el kellene ezzel szemben járniuk. Hát a Nemzeti Bank, ha benne van ebben a bűnjátékban, akkor nyilván ezt a szerepét nem fogja betölteni. A tőzsde az elméletileg még szintén önmaga betölthetne egy ilyen ellenőrző szerepet, és elindíthatna egy akár büntető eljárást is ebből a szempontból. De hát mi történt Orbán alatt, nagyon kis vízhangot kapott a szakmai sajtóban, mi történt a tőzsdével? 2015 előtt ha jól emlékszem a számra, 1-2 százalékot tévedhetek, nagyot nem fogok. Osztrák tulajdonban volt a magyar tőzsde 68 százaléka. Hát annak biztos az osztrák tulajdonosnak nem volt érdeke, nem lett volna érdeke abban, hogy ez a bűnszervezet játszon a tőzsdén a tőzsdei árfolyamokkal. De az Orbán-Viktor rendszer, az MMB 2015-ben talán 15 milliárd forintos nagyságrendél, nem tudom pontosan, megvásárolta ezt az osztrák tulajdoni hányadot, és akkor 85%-os, vagy 75%-os tulajdoni hányadot tett, amivel már bajnem bármit csinálhat a tőzsdén, de bármit nem csak tehet, hanem meg is akadályozhat. Azóta ez szép csendben sem fölnőtte, és a most nyári közgyűlésén a, már lehetett látni, el lehet érni az interneten, hogy a Nemzeti Banknak már 81%-os tulajdoni hányada van. Már 81%-os tulajdoni hányadban van, így aztán már tényleg gyakorlatilag bármit, bármit megtehetne. Tovább lépett a NERV a És a tőzsdén idén nyáron, nyáron júniusban talán 21-én, ha jól emlékszem, egy, egy, ilyen ünnepi napként bemutatott, hogy a 33. év, miten születésnapja van a tőzsdének, megint az év, évszámba tő, 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 tévedhetek, de nincs jelentősége a bejelentésem szempontjából, hogy hát átalakították részvénytársaságá és a tőzsdét, mint részvénytárságot bevezették a tőzsdére. És hát ott van most a tőzsdén, és emelkedik ugye majd a tőzsdei részvényel, majd játszhat a tőzsde, mert maga a tőzsde is egy részvényé vált, és amögött 81% fölötti tulajdonnal ott van a Nemzeti Bank. És ha ott azt erősíti a tőzsdén a bevezetett részvények értékét, akkor rettentő sokat keres rajta. Ha olyan műveleteket, ne talán olyan bejelentéseket tesz a Nemzeti Bank elnöke, vagy miniszterelnök, vagy Varga Mihály, akkor azon nagyon sokat tud keresni. De azt is meg tudja tenni, hogy gyengítse a tőzsdét, mert kevés neki a 81 százalék, és hogy minél többek, akik ma magas árfolyamon megvették a részvényeket, hiszen ma már nagyon sok bevezették a tőzsdét, tehát sok kis részvényese van, azokat meg kivásárolhatja. Azt azért tudni kell, hogy az olyan típusú részvénytársaságok, mint a MOL, OTP, vagy maga a tőzsde részvényében, a kisember csak együtt sír nevet a mozgatással, mert semmilyen befolyása nincs közgyűlésen és sehol máshol, nincs semmilyen befolyása arra, hogy milyen döntéseket hoznak. A füzetneke e utána osztalékot nem fizetnek, És hát itt volt egy eddig még sikertelen, de nyilván nem feladott próbálkozása a Magyar Nemzeti Banknak, Matósi Győgynek, amelyben ki akartak alakítani egy olyan szabályzatot, ezt még most ezen a tőzsdei közgyűlésen nem sikerült keresztül vinniük, és itt a kis részvényesek ezzel szemben akár fel is szólalhatnak, amely egy jól bevált módszere annak, hogy valami nagyon nagy állami tulajdont, ha részvénytársasági alakítanak, akkor hogyan lehet a menedzsmenten keresztül a NER befolyása alá tenni. Tehát a, 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 voltak éppen a minden szempontból NER tulajdonává tenni hogyan lehet mondjuk a menedzsment felé olyan belső szabályzatokat a közgyűléssel elfogadtatni, amely azt mondja, hogy hát ha mondjuk valaminek a tőzsdei értéke egy részvénynek 10.000 forint, de a kipocsájtási értéke 100 forint, eh, akkor a menedzsment, ha jól végzi a dolgát, akkor bizonyos nagyságrendben, nagyon nagy nagyságrendben, akár 100 forintokért megvásárolhatja, miközben a kisember a pénz, a tőzsdén 10.000 forint, ott fizet ugyanazért a részvényért. Így aztán előbb-utóbb, nem kell hozzá túlságosan sok idő, a menedzsment lesz a meghatározó tulajdonosa. És a pillanatnyilag, ha úgy tetszik, a magyar közvagyó részét tekintető MMB81 os tulajdona majd valakire, egy menedzsment csoporton keresztül a NER valamelyik ágazatára át fog szállni. Biztos, hogy nem adták föl. Én, nekem tehát az a véleményem, nyilván nem én vagyok a nyomozó hatóság, de azért talán aki meghallgatta bejelentkezésemet, az, az kiolvashatta belőle, hogy azért Matolcsi György, ha vannak is fejlővései, de a közgazdaságtannak azért kutatója volt, ismerője, tehát ismeri ezeket a szabályokat. Varga Mihály egyértelműen egy felkészült közgazdász. Orbán Viktornak nincs jelentősége, jogász a végzettsége, de jogból is nulla a tudása. Ha van, akkor csak súlyosbítsa azt a bűncselekményt, amit folyamatosan elkö elkövet, de sosem gyakorolt ezt a pályáját. Ő egy bűnszervezeti vezető, aki ennek megfelelően a társadalom megtévesztésében érdekelt, csak azt az egy feladatát hagyja végre, tehát ennek nincs jelentősége, de minden bizonnyal, abban a, a játékban amiben részt vesznek az ő szereplői, a kormányának a tagjai, de a gazdaság szempontjából, a pénz és a tőzép szempontjából leg, két legmeghatározóbb, legmeg, eh, személy Varga Mihály és eh, Matőcsi György esetében, gondolom, én nekem az a gondolom, hogy ott ez egy tudatos tevékenység. És ezt közvetett módon lehet bizonyítani, lehet látni, mert kellene mindig okának lenni annak, ha hirtelen fordulat van. Akár a tőzsdén, akár a e, e, forint árfolyama, a nemzeti valóta árfolyama szempontjából, vagy kellene tudni magyarázatot adni arra, hogy miért nem léptünk be, amikor beléphettünk volna. Most olyan rossz helyzetben vagyunk, hogy hivatalosan most nem tudunk belépni az eurozónába, de hogy miért nem léptünk be, csak előnye van belőle. De hát Orbán Viktort nem zavarja, hogy miért is nem léptünk be a közös energia a nyugat-európai piacon, ami azt jelenti, hogy ha közösen szerezzük be, ott a közösben a belépőknek, Magyarországon kívül gyakorlatilag mindenki belépett az unió tagjai között, az ott garantálódik, hogy beszerzik. És amilyen áron beszerezték, azt arányosan, attól függően, hogy kinek mennyi energiára volt szüksége, azon kiosztják. Ma az közös energia beszerzés az er a e, nemzetközi e, piacokon nagyságrendel olcsóbb, mint amennyire Orbán Viktor hivatalosan Azerbajdzsántól vagy e, vagy Oroszországtól megszerzi a gázt, vagy az, akár az elektronos áramot, tehát eznek e, 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 az energia nagyságrendel olcsóbb. Nyilvánvaló volt, hogy egy Európai Unió közös beszerzése sokkal jobb árat tud elfogadni. Igen ám, csak az Európai Unió közös beszerzésének minden adata átlátható és nyilvános. Ezért pontosan lehet tudni, hogy mennyi szerzi be az Európai Unió a közös energiahordozóknak a beszerzését és osztja szét, és nem lehetne ráhazudni, hogy a mi egyedi áraink azok jók, de titkossak. Ja, és utána az ember a, a, a tovább vetítettekből fejti meg, hogy sokkal rosszabb. Igaz valószínűleg Oroszország, mert annak is ismerjük a nemzetközi értékesítését az orosz gáznak és fő, kőolajnak. Az, az, az orosz piacon, tehát ismerjük, hogy milyen egyébként valóban kedvezőbb, a minősége is rosszabb, de éppen a szankciók miatt ez ma kedvezőben beszerezhető, tehát ha mi onnan szereznék be, olcsóbb lenne, de hát lehet látni a költségvetésből, hogyha akkor a támogatást kell adni a rezsire és az energiahordozóra a költségvetésnek, az oroszoktól pedig olcsóbban kapjuk, akkor ott valakit közbeiktattak. Valamilyen ahol a, ami a nerv vagyonát öszt növeli, és amely vagyon ott van kül, jelentős részében külföldön, és amelyet úgy lehet legjobban fehéríteni, ha például játszik a forinttal és a magyar tőzsével. Ebbe az irányba megyünk. Mindenki eldöntheti, hogy az én szakmai érzésemmel ért egyet, vagy pedig azt mondja, hogy nem, hát ezek ennyire nem okosak, hanem idióták de hogy nem becsületesek és nem alkalmasak a pálya a, 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 arra a pozíció, amit a magyar társadalom betöltenek, az egészen biztos, és amit kárt okoznak az ezer milliárdos nagyságrendű évente. Nem hosszú távon, nem az elmúlt 14 évben, hanem évente. Ezért vagyunk szegények. Ezért nem tudjuk bár Orbán Viktor bejelentése szerint a magyar gazdaság a minta, csak visszaesett az utolsó helyre az Európai Unióba, de ő szerint ez a minta, de ezek után oda tud állni a képernyő elé, a hiszem az legutolsó kormányinfotó Gulyás Gergely, és azt mondja, hogy a baloldal, meg hogy rossz hírünket kelti az oka annak, hogy nem jönnek uniós támogatások a magyar pedagógusok bérére, és ezért olyan alacsony a magyar pedagógusok a vére. Fel kell venni végre a szemüveget mindenkinek, meg kell érteni a szikragyújtást, meg kell érteni, hogy lángolnia kell annak a felháborodásnak, mert nem bonyolult megérteni, hogy ha jól megy minden a magyar gazdaságban és a magyar társadalomban, hogyan lehetséges az, hogy valaki azt mondja, hogy az gyermekeinket oktató pedagógusoknak nem tudjuk kitermelni a méltó hanem ahhoz, hogy ha az Európai Unióban a legrosszabbul is ugyan, de megfizetjük őket valamilyen felzárkózási folyamatban, ahhoz azoktól az egyébként szakadékba induló és egyébként megbukó és csődbe menő és széteső országoknak a támogatására van szüksége. Ahhoz, hogy a magyar gyermekeinket tanító tanárok bérét megfizessék. Kellenek ezek az egyenes példák, hogy mindenki megérthesse, hogy ezek az emberek vagy idióták, döntsétek el, vagy végtelen nagy gazemberek és egy bűnszervezet vezeti magyar társadalmat. Én az utóbbi tartom valószínűnek, bár idióták vannak benne, hiszen kellenek a végrehajtás területén idióták is Orbán Viktornak, a pénztárnok területén is kellenek idióták Orbán Viktornak, mert esetleg a nem, ideó, nem idióta, esetleg megveszélyeztetheti megveszé, Orbán hatalmát, gondoljatok csak Simicska-Lajosra, aki egyébként szakmailag egy nagyon felkészült pénztárnoka volt, ha úgy tetszik, vagy vagyonkezelője a ner és minden közbeszerzét meg is nyert, de meg is tudta megfelelő minőségben valósítani, valóban egy szakértői háttérrel de attól még egy bűnszervezetnek volt a pénztárnoka, de amikor az úgy érezte, hogy megszólalhat a miniszterelnökkel szemben, akkor Orbán Viktor idézőjelben kivégezte, és megmagyarázta számára, hogy elvettem már a vagyonodnak, visszavettem tőle a vagyonodnak a döntő részét, de még mindig sok tízmilliárdos vagyonod van, te és az unokáid is majd jól élhetnek belőle, de hagyd abba, és ő abba hagyta. De Orbán Viktor azt mondta, kétszer nem követem el ezt a hibát, és a két lábon járó pénztárcájának már nem egy olyan felkészült szemét, mint Simicska Lajost hozott be a, 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 a játékba, hanem Mészáros Lőrinc a nemzet gázszerelőjét, én azt gondolom, hogy az, az idiótát. Tehát kellenek ebben a felépítésben, ebben a rendszerben az idióták is ennek a, ennek a bűnszervezetnek, de azt kellene, hogy ti, mi végre Elmondjuk, nem tűrjük. Van rá jogi megoldás. Erről szólt a 25. szikragyújtás, aki én nem olvasta meg. Nem, nem nézte meg, fönt van az interneten, meg lehet nézni, a folyamat folytatódik, és remélem, hogy mind az ellenzéki pártokat, mind a e, civil szervezeteket, szakszervezeteket e, megfelelő irányban tudom, és segíthem ebből a gondolattal mozgósítani, hogy megroppanjon az Orbáni rendszer hatalma. Köszönöm szépen, hogy ma velem voltatok, ha hasznosnak éreztétek, osszátok meg, minél többen osszátok, meg, mert azért fel kellene, tényleg nincs időnk, és naponta veszítünk 10 és 10 milliárdokat a magyar társadalom közvagyonából, és az pedig az biztosítaná a magyar társadalom tagjainak az életszínvonalát. Ha úgy gondoljátok, kövessétek is az oldalt mert akkor sokkal inkább ott vagytok annak a mindennapjaiban, és a szemüvegnek a megértéséhez kevesebb időre lesz szükségetek. Köszönöm szépen, péntek van, egy hétvége következik, és még viszonylag egy szép hétvége, egy szép késő őszi hétvége, és meleg lesz, érezzétek jól magatokat. További szép napot kívánok, és egy szép hétvégét. Szerbusztok!